Anyámból ömlött a vér, mint egy Hajnóci novellából. Aztán egészségügyi kaparást eszközöltek rajta, teletömték vattával, stb. Édesapám beijedt. Azt is elfelejtette, mi a neve. Sokat gondolok a Pinádra, mondta emelkedetten. Hagyjon békiben, vakkantott anyám ingerülten. De édesem, ez fontos, mert egyébként még azt hinnénk, hogy a lába köz csupán egy véres seb van. Tudom, tudom, kiáltott fel anyám, pedig ott maga szerint a mennyország van. Úgy van, bólintott büszkén. Az, a mennyország. Akkor vegyem átul tekintetbe, hogy a mennyország egy kicsit véres, és az angyalkák nem bodros bárányfelhőcskén üldögélnek zengőn, dicsérve a mindenek felett valót, hanem rikácsolni kezdett. Vattán, egészségügyi vattán! Ami édesapámat akkor már nem lehetett elijeszteni. Képzelete vásznára föstötte a kis puttókat, és tonnaszám puha, gyöngét, hófehér vattát. Egy kicsit még várok, bólogatott lelkesen, aztán majd neked esek, mint tót az anyjának. Anyám kedvetlenül bólogatott, ja, mint tót az anyjának. De másként történt. Cserben hagyta a teste, anyám. Újra vérezni kezdett. Honnan jött ennyi vér? Édes mamá. Megint kórházba került, egyre gyöngült. Apám ült az ágyánál, és fogta a kezét. Nem beszéltek a mennyországról, nem volt miről. Anyám belenyugodott abba, ami a sorsának látszott lenni, apám viszont nyugtalan volt, sokszor a sírás határán. Édesanyám utolsó mozdulatával apám combjára tette a kezét. Lassan feljebb csúsztatta, és rásimította a tenyerét apám slitszére. Égen és földön nagy csönd lett. Aztán anyám új, rekett hangján ezt suttogta. Özvegy Tótné akció halasztva. Majd egy másik világban.